akkor. És akkor sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek. Üdvözlök akkor a Lion Teambe, ugye meeting van, és ha meeting van, akkor üzleti meeting. Mindenkit megkérünk, hogy némítsa le magát, mielőtt elkezdődne az érdemi része a ma estének. Már szerintem az érdemi része az ott kezdődik, hogy egy nagyszerű ember bemutassak nektek. Ugye nem titok, hogy a Lérán Karcsi ma este a vendégünk. Nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Onnan kezdem, hogy még a Karcsi se tud saját magáról. És akkor ezt meglepetésnek szánom. Annak idején, mikor mi még nem találkoztunk a Forever lehetőségével, akkor kint voltunk anyósoméknál, apósoméknál, és hát beszélték, hogy képzeljétek el, a Lérántéknak a fia mibe vágott bele, milyen hülyeséget csinál, hát az hiszi, hogy ebből fog majd meggazdagodni. És a Lérán Karcsinak a nagybátyja, az apósoméknak egész jó barátja volt, és baráti kapcsolatokat ápolt vele, és hát ugye a nagybátyjának a testvére, ugye a Karcsinak az apukája, és hát mesélték, hogy a Karcsi olyan dologba vágott bele, és hát nem tudtuk elképzelni, hogy milyen dologba vágott bele a Karcsi, utána ez így el is maradt ez a téma, és megérkeztünk a Foreverbe, elkezdtünk itt megismerni embereket, és találkoztunk Lérán Karcsival, a csoda Lérán Karcsival, aki valamikor nagyon régen belevágott valami hülyeségbe, amiből akkor már ő élt, mikor mi még ezt az egészet elkezdtük, és elkezdtük ezt úgy művelni, hogy tényleg ebből mi pénzt keresünk, és normálisan tudjunk pénzt keresni. Úgyhogy így hallottunk a Lérán Karcsival, amikor még nem is ismertük egymást, és ismeretlenül is tudtuk, hogy a Lérán Karcsi az valamit csinál. Aztán a Forever megismertük, és hát egy fantasztikus vezetőt ismertünk meg általa, aki tette a dolgát, és egyszer csak ez a munka elkezdte meghozni a gyümölcsét, és senior manager, majd senior eagle manager, aztán nyilván profit volt, profitodok is, igaz, Karcsi? Nem tudom, hogy én emlékszem rá. Emlékszel rá, jó? Kettő profit. Londonban is. Úgyhogy igazából mindent megcsináltak a Karcsék, amit itt a cég kitudott, vagy kitűzött, és el lehet érni. És hát egyre nő a csapatuk. Szoktuk látni, amikor itt startokon fölrakják, hogy milyen fantasztikus startokat tartanak. Egyszer volt szerencsénk nekünk is Esztergomban részt venni egy ilyen találkozón. Nagyon fantasztikus volt, akik ott voltak, emlékeznek rá, hogy este milyen hatalmas buli volt, és este milyen jó társasjátékoztunk, szórakoztunk, asztalon táncolástól kezdve vetkőzésig minden volt. Ezt csak azért mondom, akik nem voltak ott, érdemes egy ilyenre eljönni, majd egyszer minősülni. Úgyhogy hát, egy ilyen fantasztikus ember ma a vendégünk, és én tényleg nem is igazából üzleti oldalról, emberi oldalról próbáltam őt nektek bemutatni. A célok, meg az álmok, meg a tervezés, ez miért fontos az ő életében, erről biztos fog nektek beszélni. Gyönyörű felesége van, így gyönyörű fia. Az egyik már foglalt, úgyhogy azt nem tudom a lányomnak ajánlani, de a kisebbik az még szabad, úgyhogy még bármi történhet. Úgyhogy én azt mondom, hogy át is adom neki a szót, és nem bohózkodok itt tovább. Hallgassátok nagy szeretettel, Lirán Károly, Senior Legal Manager. Nagyon szépen köszönöm, először is mindenkit üdvözlök, meg hát tényleg nagyon megtisztelő, hogy előttetek tudok beszélni, mert hogy ugye a Verkicsmikének az egyik legerősebb frontja vagytok ti, ugye René és Józsi, és egy csupa szív emberek vagytok, hisz az egész csapata, hogy ti ezt ugye mint csapanként összefogjátok a csapatot, ez valami tényleg példaértékű, és hát már ugye minden régóta nem véletlenül hívunk meg mi is benneteket állandóan mindenhová, hiszen nekünk is ugye a szívünkbe belenőttetek magatokat így Edinával együtt, hogy így érzünk irántatok, és teljesen nagyon örülök neki, hogy ide eljöhettem, és hogy megtiszteltetek azzal, hogy a csapat előtt így pár szót mondhatok, arról, hogy mégis mi a célok, meg hogy hogyan lehetne esetleg ebben egy kicsit így jobban elmélyedni. Viszont komolyan mondom, hogy a fejemet a falba verem, hogy nem kértem ajánlást a nagybátyámtól annak idején. Hát ez hihetetlen. Ezt a hibát ne kövessétek el. Ugye, egyébként azt tudni kell a nagybátyámról, hogy vett egy lipszet, egy firstet, meg egy deót, meg egy fogkrémet talán, és mint utólag kiderült, ez csak azért vette, hogy nekem segítsem. És ha tudtam volna, akkor mondtam, hogy ezt se vedd meg. Na mindegy, szóval, de hát ugye ő nem érdekelte semmi, mert ő, ugye Isten nyugasztalja már, ő már nincs az élők táborában, de hogy
a lényeg az, hogy akkor kellett volna tényleg ajánlást kérnem, és nem kértem tőle, mert hogy megtudtam ezt a dolgot, hogy ő nem azért vett terméket, mert hogy magának, hogy az kell neki nagyon, hanem azért, hogy nekem segítsen. Hát tudjátok, egy minimum vásárlás majdnem egy segítség volt, főleg akkor 5%-on, tehát az nagyon, nagyon komoly összeg volt, tehát kihúzott mindenből, és ezért így az elején elmondanám nektek, hogy mi ezt a 2002. októberében, mikor elkezdtük, akkor ezért komoly adóssággal kezdtem én ezt a vállalkozást. De mielőtt így beleszaladnék, mit szólnátok hozzá, hogyha megosztanék egy prezit, hiszen én mindig jobban szeretem, hogyha nem engem láttok, hanem azt, amit így mutatni szeretnék. És most ugye nem tudunk ilyen offline-ba, hogy mögöttem van a színpad, és ott van egy nagy vetítő, ezért majd itt fogok vetíteni nektek, és szó szerint. Jó, tehát, hogy akkor nézzük meg, hogy mivel készültem nektek, illetve ez már úgy azért van néha ez a rezim. Csak egy visszajelzést kérek, hogy látjátok, minden rendben van a megosztása, de gondolom, hogy igen. Minden rendben van. Úgyhogy. Jó. Na hát én ezt szoktam mondani az enyémeknek, meg úgy, amikor így felkérnek vendégadók, hogy a célokról beszéljek, hogy nem tudom, mennyire tudjátok, hogy ebből üzletben ugye nincsen főnök, de mégis kéne, hogy legyen egy főnököd, és ez nem más, mint a te célod, hiszen itt nem a Józsiék a Rennivel a főnökeid, meg aki a te szponzorod, aki éppen a közvetlen szponzorod, hanem hogyha lesz egy célod, ami úgy kőkeményen irányítani fog, aki igazából az lesz a főnököd, és ugye az is írtam oda, hogyha vagy te csinálsz magadnak egy főnököt, tehát találod meg a célodat, vagy majd az élet ad neked majd egyet, de az meg lehet, hogy nem fog tetszeni. Hát ezért célszerű lenne inkább magadnak találni valakit. Mármint egy célt. Mi 2002. szeptemberében ismertük meg a lehetőséget, igazából onnan számolhatjuk a mi történetünket, ugyanis Utasi Pisti kinyomozta a telefonszámot, mi egyébként a Pistivel, szponzoromval ismertük már egymást a 80-as évek végében, mi már együtt szórakoztunk, akkor a Pisti az most lehet, hogy nem lesz egy felemelő dolog, amit most elmondok, mint amit a Józsi elmondott rólam az előbb, hogy ő akkor metrórendőr volt, és én ott ismertem meg, és hát ugye 18-19 évesen nagyon nagy dolog volt, hogy egy rendőrökkel járőrözhettem együtt a keleti pályaudvarnak a mocskába, és ott nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam, de hát így csak így, mint civil. Aztán ugye megismertük egymást, elkezdtünk járni, szórakozni, és végül innen volt a kapcsolatom a Pistivel. És akkor ugrunk egy nagyot, mert ott kimaradt nekünk egy jó 10-15-16 év, és 2002. szeptemberében fölhívott egy barátunk, egy közös barátunk, hogy képzeld, kivel ebédelek itt együtt, hát mondta, hogy kivel, mondja Utasi Pisti, jó, mondd már a telefon, és akkor nyilván, akkor jó, akkor gyertek át, beszéljünk egy picit, meghívott magához tökölre, és hát milyen az élet, hogy ugye 2002. szeptemberét írunk, és én 2001. karácsonyán a párommal kaptunk a sógorunktól egy ilyen csomagot karácsonyra, amiben volt egy First, volt egy Tea, volt egy Fokrém, egy Deo, hát egy ilyen minimum vásárlás, és kb. Ennyi információval kaptuk meg, hogy boldog karácsonyt, tehát semmit nem tudtunk, hogy ez micsoda. Kérdeztük a sógort, hogy te mondjál már valamit erről, hogy mi ez a termék, hát majd figyelj, aki beléptetett engem, majd elmondja. De hát úgy mondta el, hogy bárki más se, hogy, és hát nem tudtunk semmi input, de ugye már nekünk szeptemberében volt annyi tapasztalatunk így rá 9 hónapra, hogy tudtuk, hogy jó a termék, hiszen nekem elmúlt a foginvérzésem, elmúlt a krákogásom, ami volt minden reggel a fogmosás után, ugye még a fluoros fogkrémektől, és valamit így tapasztaltunk, de nem tudtuk, hogy ettől a terméktől. Tehát ezt a hibát így ne kövessétek el, ha lehet, hogy ne szolgáljátok új embereket ki, vagy ha már valaki kiszolgál, akkor inkább, hogy tudjál róla, mint szponzor, hogy kiket szolgálnak ki a te munkatársaid, mert látjátok, hogyha az a valaki, aki egyébként a Bakó Tamás volt, a Bakó Márti és a Józsinak volt a fia, csak hogy tudjátok, hogy kiről beszélünk, hogy ki az, aki elkövette ezt a hibát, ugye a fia, aki nem vette komolyan szüzetet, most ott is lehetnék akár. Na, tehát és akkor így visszaugrunk szeptemberre, elmentünk, hát és milyen volt a Pistivel ez a beszélgetés, hát nyilván ő azért hívott, hogy belépjünk, hát nem azért, hogy vagyok, meg mi van velem, de persze érdekelte, de hogy onnantól kezdve, hogy ránéztem a dobozra, a nagy fekete doboz, ti még Józsi biztos ismeritek, hogy emlékeztek, hogy aki a régiek közül, ha van itt olyan, a nagy fekete dobozon ott volt a tea, véletlenül pont, a tetején ott volt a teás ugye, filter, meg a doboz, és hogy nézem, te mondom, hogy ezt ismersz a terméket, hát mondom, hogy ezt fogyasztottam.
Tényleg? Na, hát akkor erről is beszélhetünk. És akkor végül elkezdtünk beszélni, és hát ugye mi akkor, ugye Edina akkor éppen gyesen volt, a Oliver, aki most 19,5 éves, akkor volt ugye egy éves a Oli, én megépítési vállalkozó voltam, és hát ment az a mókuskerék, amit ott láttok rendesen, és hát persze, hogy érdekelt valami, mert ugyanis pont akkor volt egy ilyen 40 milliós bukás küszöbén álltam, ami akkor még nem volt még meg, de már látszott, hogy meg lehet, és meg is lett egyébként. Aztán nyilván tele voltunk kérdésekkel, gondolkodtunk, hogy belevágjunk-e, hogy pont ilyenek miatt Józsi, amit mondtál itt a nagybátyámról, hogy kaptuk az ívet rendesen. Tehát az, hogy network marketing, el kell adni, ugye azért közel 20 évvel ezelőttről beszélünk, amikor a network marketingnek most sincs jól megítéltetése sok embernek a fejébe, de akkor meg aztán pláne nem volt. Tehát akkor már ugye akkor még nagyon, nagyon nem is tanították, oktatták, illetve nem volt még internet, nem tudtak jobban utána nézni az emberek, csak amit egymástól hallottak, tehát mi is tele voltunk kérdésekkel. Aztán emlékszem tisztán, hogy egy rendezvényen kaptuk meg a választ, ahol képzeljétek el, hogy emlékszem még a MOM művelési háznak, akkor még ilyen nem volt felújítva, és ilyen faszékek voltak, és hát beültettek az első sorba. Tudjátok, felvettem ezt az érdeklődő poszt, ezt így néztem, és jó, persze, vagy mindenki majd itt milyen happy, de mikor jött az egyik minősülés, egy menedzseri minősülés, és egy idős házaspár fölment, és rátették a szallagot, a menedzseri szallagot, és akkor már megértettem a marketing tervet, hogy ezen a szinten lehet keresni 500 000-tól 1 millió forintig, már akkor is ez a szint, hogy ezt tudtam, és akkor így néztem, és ugye azok a gondolatok fogalmazottak meg bennem, hogy ha ők megcsinálták, akkor én kétszer. Tehát egy kicsit egoista volt a gondolkodásom akkor, de igazából akkor változott meg a gondolatom az irányába, hogy igenis ezzel üzlettel kell kezdeni foglalkozni. Aztán nyilván beléptünk október 4-én, indultunk az üzletbe, egy tacsot vettünk, ezt tudnátok kell, az utolsó 100 000 forintunkból vettük, akkor 94 000 pár száz forint volt a tacs, és még maradt 6 000 forinton durván, tehát utolsó 100 000 forintot megvettük. Persze hazavittük a dobozt, és mondtam Edinának, hogy jó, akkor vegyék ki belőle az ajándékterméket, a többit meg majd eladjuk, hát ez úgy sikerült, hogy szinte mindent megtartottunk. Persze az élet ilyenkor, tudjátok, ha egy kicsit fókuszálsz, azért dob be neked máshonnan pénzt, tehát nyilván bejött máshonnan pénz, és akkor így meg tudtuk oldani azt, hogy nem kellett tehát magunkra tudtuk költeni ezt a terméket. De viszont, amit nektek is javaslok, nem tudom, itt van-e új, aki már elég régi arcokat láttam, tehát hogy ismerős arcok voltak, mert többetekkel ugye már nyaraltunk is együtt, meg ugye voltunk kétnapos hétvégén is. Tehát mi ennyi könyvet elolvastunk akkor így egy pár hónapon belül, elég sok könyvet kinyírtunk. Ugye, mert én éhes voltam akkor arra, hogy mi ez a MLM, mivel tudnék jobb lenni. Ugye akkor még nem volt videó, mármint hogy VHS kazetta volt, de ott akkor is aranyárba mentek ezek, tehát nagyon ritka volt, hogy valahonnan a tudást összetudjad szedni, és ugye könyvek maradtak, meg kazetták, nekünk még volt hanganyag kazettánk, fönt a padlás tele van még egyébként ilyen régi szallagos kazettákkal, amit már nem tudok hol meghallgatni, mert nincs ilyen lejátszom. Tehát kénytelenek voltunk olvasni. Azért mondom, hogy kénytelenek voltunk, mert én nem voltam híres arra, hogy olvassak, de itt meg ugye máshogy nem működött a dolog. És egy csomó könyvet elolvastunk, és hát nyilván ezekből azért megtanultam olyan dolgokat, hogy mi az MLM, mi a network marketing, mi az, hogy meg a szakmáról, meg ugye a termékekről, tehát sok-sok mindent megtanultam. És hát ugye jött a család, ugye kezdtek fölnőni a gyerekek, belenőni ebbe az egészbe, ugye most már Oliver is supervisor, tehát ő is egy picit dolgozgat ebben az üzletben, akkor értékelők is a sikereket, nyilván azért, mert ők is látták, ugye, hogy a mi sikerünk is ugye őket is ugye doppingolta, illetve hát mi azért, ugye mi megtanultunk sok mindent a könyvekből, meg ugye a Forever az egy nagyon jó életre nevelő üzlet, vagy foglalkozás, bárhogy nevezhetjük, ezért ugye át tudtuk adni a családba is ezt, hogy ők is sikeresek legyenek. Aztán jött a barátok, a csapat, nagyon-nagyon-nagyon sok barátot tudtunk itt találni, és nagyon jó csapatot tudtunk, ugye itt vannak Renéjek, itt a utolsó ígül elismerésen ott közösen, akkor ugye nagyon sokkal ugye mi együtt dolgozunk itt a csapattal, tehát hogy nagyon jó az, hogy de ugye itt pont ti vagytok egyébként egy példaértékű csapat, René és Józsi, meg a többiek, most bocsánat, a többieknek a nevét így nem tudom felsorolni, tehát így egyben, mint csapat, mert hogy
ti vagytok azok a Foreverben, akik egy csupa szív csapatnak lehet mondani, ez a Lion Team, tehát tényleg hihetetlen, mert ugye az olasznának hatalmas nagy szíve van. És hát jött az, hogy elismerések ugye a barátokkal, amikor tényleg olyan emberek minősülnek, akik közel állnak hozzád, és ez szerintem ez felemelő érzés. Itt vannak az MMA-ek, akik nem a mi csapatunk, de nagyon jó barátságot ápolunk velük is, ők Szlovákiában, a Soaring Managerek egyébként. Ti ismerjtek jó, hogy mi együtt voltunk ugye a kétnaposom. És ugye ez a mondat az, ami nekem meghatározta azt, hogy miért kell kitűzni célokat, és hogy azokat miért kell valójában elérni. Mert a tetteid igazolják azt, hogy ki vagy valójában, a szavak csak arról állunkodnak, hogy ki szeretnél lenni. Tehát az, hogy én is sokszor mondtam régen a szponzoromnak, mi ezt úgy hívjuk, hogy szponzornyugtató beszélgetés, hogy persze megcsinálom, hogy ne csinálnám meg. De tudod, a tettek, mikor eltelik egy év, és ugye nem csináltad meg, akkor valójában csak hápi-hápi volt, tehát az csak egy, ahogy mondta régen Budai Tomi, hogy akusztikus házatépítőből van bőven, de te legyél más. És ugye ez mind abból fog fakadni, amit majd a végén elmondok, ez a sok cél, meg célkitűzések. Aztán jöttek az elismerések, hát nyilván ezek, hogyha ha valaki csinálja az üzletet, akkor elismerés nem tud elmaradni, és ez tök jó, hogy így együtt van a kettő, hogy dolgozik az ember, kitűz célokat, tervezés, majd eléri, és ugye mi is kétszer a Profitot meg tudtuk csinálni, akkor ugye az autóösztönöt is kétszer, amikor tényleg, én egyébként ezért küzdöttem, ezért a kocsi látjátok, az a kis Forever fejlalat, az, ami engem érdekelt, komolyan mondom, nem is a havi 400 euró, hanem hogy az a nagyon imádtam volna azt már régóta a kocsimon. Bocsánat, mert ugye régen még rendszámtálla volt, de hát itthon azt nem lehet fölrakni. Ezt meg legalább föl lehet rakni, úgyhogy ezt imádtam, hogy ezt megkaptuk. És ez, ami engem mindig hajtott, hogy a hűtőmre ki tudjam tenni ezeket a mágneseket, ahol voltunk, ahol be tudtuk járni a világot, mert még így is nagyon nagy pici szeletét jártuk be egyébként, ahhoz képest, hogy rengeteg földrészen voltunk, rengeteg ország, város, minden. De hogy az, hogy ezt azért együtt tudtuk megtenni a gyerekekkel, ez azért mindennél többet jelent, mert hogy kiért dolgozol, ugye ezt is azért tisztázni kell a célokba, hogy kiért teszed azt, amit teszel, és mi ezt, hogy meg tudtuk tenni, hogy mindenhonnan hoztunk hűtőmág, és föl tudtuk tenni, és egyébként bárből szelektáló van, mert én azt mondta, hogy az új hűtőre nem fogunk föltenni minden, mert nem fért el egyébként, mert oda lejjebb nem tudjuk tenni, úgyhogy még lenne, csak azok már ilyen Horvátország tizenvalahányszor voltunk, hát nyilván teszünk ki tizenvalahány mágnest, tehát van, ahol többször voltunk, és azokat nem rakjuk ki. Tehát ez már egy kicsit meg van rostálva. Aztán nagyon örülünk annak, hogy tényleg be tudtuk járni azért most már a félvilágot így, és rengeteg jó kép született, ami álmaink voltak, a filmekből láttuk, amiket ti is biztos láttok, New York, ugye ez egy nagyon nagy út volt nekünk, nagyon imádtuk, hogy a Brooklyn híd, ugye ott van az a bivaj, az a Wall Street-nak a jelképe. Tehát, hogy, és ezt mind barátokkal együtt tudtuk megtenni. Tehát azt, hogy ugye el tudtunk jutni Amerikába, ahol ugye a géleket gyártják, ott csapattal együtt, ugye, és ott meg tudtuk nézni, hogy készül a termék, tehát el tudjuk mondani, hogy ott voltunk, jártunk ott, és tényleg van aloe vera bőven. Ez is azért sokat jelent. Na, hát ez meg ugye a Dallas című film, hogyha láttátok, hát nekem ez be volt csípődve, Jockey Ewing meg a többiek, és hát ez, nagyon örültem, hogy ezt ki tudtuk pipálni. Itt a jobb oldali képe, ha látjátok, ott pont úgy álltunk be, csak nem tettem ki ezt a képet, ahogy pont a Jockey, a Bobby, meg a többi, a főszereplőkről van egy ilyen kép, és így állnak ott a South Fork Ranch-en. És hát onnan küldtünk videóüzenetet a többieknek, ahol mindig reggeliztek ugye a Jockey-ek, hát szóval ezek mind olyan élmények, olyan álmok, amiket ki tudtunk ugye pipálni. Aztán ugye voltunk Phoenixben, a cégközpontban, az Igluttal, akkor gyerekekkel voltunk, ugye bejártunk ott 4 államot, 3000 mérföldet, nagyon szép helyeken voltunk, tehát Los Angeles, California, ugye, akkor Phoenix, akkor az a patkókanyol, ez valami csoda számba megy, és ugye ez mind magyar csapattal együtt, tehát hogy ezekben az álmokban az a jó, hogy nem egyedül valósítjuk meg, hanem csapatostól, illetve a családdal együtt. Na, és akkor hát itt jön az, hogy találd meg azt, ami téged gyomron üt. Tehát nem biztos, hogy ma fogod megtalálni, de hogy ez nagyon fontos, hogy
ha te üzletet akarsz építeni, akkor neked nagyon fontos, hogy tényleg egy nagyon komoly, méltó célt találjál. De egy olyat, ami, tehát addig, amíg te ezt nem érzed, hogy gyomrodba ott, nem tudom, éreztetek már ilyet, Józsék többször is éreztek ilyet, hogy ezt meg tudom csinálni, és ez engem annyira motivál, hogy tényleg, mintha gyomrod ütnének, akkor, na akkor lesz magad a cél, és akkor fogsz tudni egyébként hajtani. Egyébként, bocsánat, én mindig elmondom azt, hogy az enyémeknek, az én munkatársaimnak, hogy ebben a üzletben sajnos az ember csak akkor fog listát írni, és csak akkor fog meghívni, és csak akkor fog bemutatót tartani, és csak akkor lesz bármi, hogyha megvan a célod. Mert ha nincs meg a célod, akkor nem fogsz listát írni, nem fogsz meghívni, mert ott fog remegni a kezedbe a telefon, nem fogsz tudni bemutatót tartani, mert nem lesz kinek, és nem lesz pénz. És ugye akkor minden marad a régibe. Tehát egyszerűen a cél az mindent megelőz. És ezért is kezdtem azzal, hogy a célod legyen a főnököd, mert hogy ebben a üzletben azt fog vezérelni, mert ugye egy munkahelyen ki az, aki diligál neked? A főnök. Itt viszont ne várd a Józsitól, a Renitől ezt, mert ők segítők, meg a te szponzorod, aki a közvetlen szponzorod, és eleve is nem a René, meg a Józsi. Tehát ők nem fognak téged irányítani olyan szinten, hogy menjél jobbra, menjél balra, ezt csináld, hanem ülj le, állj föl, nyilván nem gyerekek vagytok, hanem ők elmondják, hogy mit kéne, megmutatják, hogy mit kéne csinálni a jó példájukkal, és hogyha te azt csinálod, akkor fogsz haladni. De mikor nincsenek ott veled, akkor viszont a célod lesz az, aki fog irányítani téged, elvileg kéne, hogy irányítson. Ugye én nekem most az a célom ebben az évben, hogy minél több szupervájzort kineveljek azokból, akik még jelenleg képpontos szinten vannak, és akár a porecset, hát reméljük, hogy lesz porecs, én csak pozitívan állok ez a dologhoz, hogy lesz, hogy mindenki, aki ezt érdemesnek találja magát arra, tehát nem én, nyilván ő saját magát, hogy kinevelje magát szupervájzornak, én meg adom hozzá az eszközt, meg adom hozzá az én munkámat, és akkor csináljuk együtt. Tehát, hogy ez a célom, hogy minél több szupervájzornak tudjak segíteni. És hát én mindig csinálok ilyen képeket, hogy mert ezek egyébként nekem a háttérképeim is, tehát így a laptopon meg ugye ki vannak nyomtatva. Tehát célom az, hogy legyen most a csoportomban Varga Katival csináljunk menedzsert, elég jól áll, úgyhogy talán április végre úgy néz ki, hogy meg lesz, tehát hogy május 9-én, ha lesz offline sikernap, akkor ott tudjon állni a menedzseri szinten. És hát nekem célom az, hogy augusztus 31-ig, hogy mi is minősüljünk porecsre, mert már minősültünk egy párszor, de ugye nekünk már szóringnak kell lenni, és már csak egy kell ehhez, és hogy legyünk szóringok, és ugye ugyanúgy az IG menedzseri szintet megcsináljuk áprilisig, és hát ugye a 60 CC-s klubba bekerül, mert ugye nekünk beminősült nemrég, most már 6 hónapja egy igazgató, és azért a 60 CC-l ugye újra föl kell tornázni, tehát most jelenleg a 35-40 pontok között megyünk no managerbe, hogy ezeket mind még jobban fel tudjuk tornázni, hogy mi is oda tudjunk állni megint a bajnokok közé, ahol egyébként a ti szponzoratok, felsvonatok, ugye a Józsi és a Reni hónapok, évek óta már nem is tudom, mikor nem voltak azok. Tehát többször voltak azok, mint amikor nem voltak. Jó, tehát, és itt jön az, hogy döntsd el azt, hogy akarod vagy nem. Tehát ebben az üzletben egyébként a legtöbb embernek az a hibája, hogy ilyen turistának képzeli magát, és nem hegymászónak. És tudjátok, a turista az, aki tudod, hát elmegy egy helyre, megnézi, tetszik, nem tetszik, vagy oké, lehet, hogy visszajön egyszer-kétszer, de valójában ő nem az az ember, aki hódítani akar, aki mint egy hegymászó. A hegymászó mit csinál? Az fölmegy akkor is, hogyha olyan kilátástalan a helyzet, mert annak van egy célja, hogy elérni a csúcsot. Tehát én javaslom nektek, hogy döntsétek el már végre egyszer azt, mert egyébként egy döntéstől állsz arra, hogy te supervisor legyél, vagy helyettes, vagy igazgató, ami éppen, nem tudom most éppen hol álltok, mert csak ennyi múlik. Én legalábbis ezt tapasztalom már évek óta. És hát nagyon fontos, hogy tartsd magad fókuszba. Mert ha már egyszer eldöntötted, hogy meg akarod csinálni azt, amit meg akarsz csinálni, akkor utána bármivel, de fókuszba kell tartani magad, hiszen az élet mindig dob olyan dolgokat eléd, ami könnyen azt mondhatnád, hogy na jó, látod, próbáltam, de nem jön össze. És hogyha nem tartod magad fókuszba, tehát nem hallgatsz hanganyagot, nem nézed ezeket a webinárokat, tehát azt, amit a szponzor felsővonal ajánl neked, akkor sajnos, ahogy Berkics Miki a felső vonalatok, illetve Józsiék szponzora mondja, hogy goodbye zóna.
Tehát előbb-utóbb te ki fogod magad repíteni ebből az üzletből, és valójában csak azon múlott, hogy nem tartottad magad fókuszba, de hagytad magadat a média vagy bármi által befolyásolni, és ezért ugye abba fogod hagyni az üzletet. Mert az emberek nem azért kezdik egy ilyen üzletet el, hogy szívassák magukat, hanem azért, hogy eredményeket tudjanak produkálni, és igazából ez tart bent téged az eredmény. Meg jó, nyilván a csapat tök jó buli, de azért kell az eredmény is. Jó, tehát tartsd magad fókuszba. És én ezt nagyon javaslom nektek, hogy dolgozz csak is a szponzoroddal, és az aktív felsővonaladdal, aki anyagilag érdekelt abban, hogy segítsen. Már nagyon régóta látjuk azt, és ezt gondolom, Reni, ti is így látjátok, hogy ilyen mindenféle társulások, akik így keresztvonalak összeáldogálnak, azok előbb-utóbb széthullanak. Nem fog működni. Egyszerűen mindig is egy örök igazság a network marketingben, hogy csak azzal dolgozz el, aki anyagilag érdekelt a te sikeredben. Mert tudjátok, volt az a vicc is, amikor a pásztor oda megy a rabbihoz, hogy döglenek a birkáim, és akkor mondja a rabbi, hogy hát figyelj, akkor szerintem holnap vidd a megmaradt birkákat a jobb legelőre, a jobb oldalira. Jó. Másnap megint oda visszamegy a rabbihoz a pásztor, te rabbi, már megint meghalt egy csomó birkám. Aha, értem. Hát akkor figyelj, vidd a bal oldali legelőre, ott biztos, hogy jó lesz a fű. Másnap megint jön a pásztor, hogy te rabbi, hát ezt nem hiszem el, az összes birka elpusztult. Rabbi vakarja a fejét, hát kár, pedig lett volna még egy-két ötletem. Tehát ebben azt kell látnotok, hogyha nem azzal dolgozol, aki anyagilag érdekelt, akkor lesz még neki annyi ötlete, ami nem fog működni, és ugye ő neki teljesen tök mindegy, hogy te most haladsz ebben. Tudom, ez most lehet, hogy kemény szavak, de ezért akarom, hogy értsétek meg, hogy mindig a szponzor az, aki anyagilag is, erkölcsileg is, meg mindenhogyan érted felelős, ő fog neked jó tanácsot adni. Jó, tehát erre nagyon kérlek, hogy dolgozz. Mi együtt dolgozunk Pistiékkel, ugye Varga Robival, egy csapatot alkotunk, és nagyon jól működik ez a felállás, mert hogy ők nem fognak nekem hülyeséget ajánlni, hiszen nekik ugyanúgy érdekük anyagilag. Ráadásul Pistinek ugye most, mivel Zafir menedzser, ő pont erre a égkő bónuszra megy rá, tehát neki minél nagyobb érdeke mindenki, aki ugye nála igazgató, hogy a legjobbat hozza ki mindenkiből. Úgyhogy nektek is ugye itt van Józsi, Reni, aki alig várná, hogy fú, de jó lenne dolgozni napi 20 órát, nem, gyerekek? És akkor hát itt jön a lényeg, hogy kezdj el dolgozni a rendszerrel. Én nem tudom, hogy nálatok ugye milyen rendszer van, nyilván van, és tök jó rendszeretek van, gondolom azért, hát a Brandiék azért tudom, hogy az offline-nak nagyobb hívei, és ez tök jó, mert én is egyébként, tehát én is elkezdtem már tavaly egyébként offline többet dolgozni, mint online, mert hát megmondom, hogy szintén napi 12-14 órát nem fogok itt ülni a gép előtt, és a seggemet szétülni, meg szerintem a hangunkkal jobban tudunk operálni, és beszélgetni, kommunikációba keveredni emberekkel, tehát a kétirányú kommunikációnk jobban vagyok a híve, mint annak, hogy írogassunk. Tehát kezd el dolgozni azzal a rendszer, amit a szponzorod felsővonalad ajánl neked, és hát Mikinél jobb felsővonal szerintem kurvára nem kell, már bocsánat a szóért, mert hihetetlen, hogy a jakabszállás meg minden, amiben a Miki benne van, az szerintem az mind működik. Csak oda kell figyelni arra, amit mond, és csinálni. Jó, tehát kezdj el dolgozni a rendszerrel. És ebből jön az, hogy legyél ott minden képzésem, mert ugye az a legnagyobb baj az emberekkel, hogy mindenki úgy gondolja, hogy eleget tud már. És egyébként valójában valahol igaz is ez, mert nekem volt olyan szupervájzorom, akinek már folyékonyan ömlött a szájából a CD, csak éppen elfelejtette csinálni azt, amit tud. Tehát a megszerzett tudás semmit nem ér, ha valójában nem viszed át a gyakorlatba. De nyilván addig, amíg nem tudsz, vagy nem vagy elég képzett, ezért neked a képzéseken mindig ott kell lenni, illetve utána meg azért kell ott lenned, ha már szponzor vagy, mert hát ugye nem mondjuk, hogy menjetek a rendezvényen, ott vagyunk, és megyünk elől, és gyertek mögöttünk, és aki jön, az jön. Tehát magyarul példát mutatunk a saját példánkon keresztül. Tehát ezért ott kell lenni a képzéseken, mert különben nem várhatod el azt, hogy más ott legyen a képzéseken. Hát és tanulj a legjobbaktól. Tehát ez egyébként Tájföldön készült ez a kép a Mikiről. Ott ünnepelték, hihetetlen, hogy nemzetközileg van elismerve a Miki, ugye ezt már mindenki tudja, és felállították, mert bemondták ugye a Greg és a Eden a nevét, és ott ünnepeltük körülötte, ott van a magyar csapat. Tehát a legjobbaktól tudsz tanulni.
és azoktól érdemes tanulni egyébként mindig is. És hát, ami a magyar embereknek a legnagyobb hibája szerintem, az nem más, mint a halogatás, hogyha belegondoltok, mert mindig halogatunk mindent. Tehát majd holnap, és ugye a holnap a legzsúfoltabb nap. Tehát nem kéne halogatni. Tehát, hogyha ma meg tudsz valamit csinálni, akkor csináld meg, tervezd meg. Ha van célod, akkor ülj le a szponzoroddal. És mindenképpen tervezd meg azt a célt. Mert tudjátok, a cél önmagában az csak egy jövőbeni álmodnak a kivetítése, de hogyha azt nem tervezed meg, akkor az is marad. Tehát a tervezéssel tudod egyébként közelebb hozni a céljaidat, mert ha emészthető falatokra lebontod, hogy hogyan lehet elérni, és ebben a szponzorod egyébként fog tudni segíteni, vagy a felsorolod, akkor fogod megtapasztalni, hogy valójában ezt meg tudod csinálni. Kedvenc mondása ugye a Varga Robinak, ez a egy elefánt egy baromi nagy állat, de harapásonként meg lehet enni. Tehát egybe lenyelni biztos nem fogja tudni senki, de harapásonként el fog fogyni az a nagy állat is. Tehát ezért ugyanez a cél is egyébként, hogyha emészthető falatokra le tudod bontani, akkor nem fogsz halogatni, akkor csinálni fogod. Tehát valójában sokszor az a baj egyébként, hogy az emberek azért nem csinálnak meg valamit, mert nem értik, hogy hogyan kéne, vagy nincs megtervezve az, hogy ezt hogyan lehetne kicsi emészthető falatokra, tehát időben, akár lebontani időben, hogy lehetne mondjuk dolgozni az üzletben. És hát itt jön be az, hogy csináld, akkor is, ha nehéz. Tehát ez üzlet, sosem mondtuk azt, hogy azért fizetnek itt minket, mert marha könnyű, hanem azért fizetnek jól egyébként, mert hogy nem mindenki csinálja. Tehát pont azért, mert nehéz. Valljuk be őszintén, nem könnyű elfogadni azt, hogy ismerősök azt mondják, hogy egy baromság, amit bevelekeztél, mint az én nagybátyám, aki hátam mögött, de nem csak a hátam mögött mondta Józsi, ezt nekem is elmondta a szemembe, hogy baromságot csinálok, de mindegy. Tehát azok az emberek egyébként most, akik anno 19 éve nekem is mondták a szemembe, hogy jó, de akkor hülye vagy, bele fogsz bukni, most már szerencsém van, meg könnyű nekem, tehát most már tud egészen más a marketing. Tehát ezért, ha nehéz is, akkor pontosan, hogyha nehéz, akkor gyere képzésekre, legyél webinárokba ott, akkor hallgass meg egy hanganyagot, akkor újra ül le a szponzoroddal, tervezzétek el még jobban meg az üzletet, tehát akkor nem lesz nehéz, hidd el, mert akkor látni fogod könnyebben, meg ha csinálod. Van egy olyan mondás, ami a kedvenc mondásom, hogy a cselekvés megöli a félelmet. Tehát, hogyha te valamitől félsz, akkor menj vele szembe, és cselekedj. És akkor hidd el, hogy ez meg, nem utána a mumus el fog osztani. Jó, tehát nekem rengeteg ilyen, amiket én általában rendezvények után, offline rendezvények után, ugye nekem is volt ilyen mumus listám, vagy ilyen betói listám, vagy hívtuk annó, és hát nem hívtam föl mindenkit. És amikor volt egy ilyen jó előadás, fogtam magam, kimentem, mindig ott volt a névlistám, és fölhívtam. És akkor azt mondja, jó, eljövök. És akkor így néztem a telefont, hogy én ettől voltam, hogy beszarva. Hát persze, én is egy picit magasabb tónuson voltam, és így könnyebb volt meghívni embereket. Hát ez van. Akkor hát nagyon fontos, hogy legyél elkötelezett. Mert hogyha ebben az üzletben nem leszel elkötelezett, akkor a rossz hír az, hogy ugyanaz, mint amit már mondtam, goodbye zóna. Tehát az emberek olyan emberekhez szeretnek csatlakozni, akiből süt az, hogy elkötelezett. Itt vannak a Józsiék. Hát szerintem a legjobb példák arra, hogy eléggé el vannak kötelezve most már közel 20 éve. Tehát, hogy náluk jobb szponzort nem fogsz találni egyébként. Nem kell magadat tetoválni, mint az úriember itt a Forever feliratot, mert nem ez a lényeg, de belül a szívedbe azért érezd azt, hogy te Forever vagy, jó? Tehát nem csak a név le van írva, hogy Forever, hanem hogy a jelentését is megértetted. És az idő most nekünk dolgozik. Hát én szerintem, ha valamikor a legjobbkor tudsz most dolgozni, hihetlen, hogy mennyi embert kezdett el újra érdekelni a Forever, mennyi régi ember jön vissza, mennyi olyan ember van, aki tényleg most velünk akar dolgozni, és Béternek tudja alkalmazni a Forever-t, hiszen nagyon mi bizonyítottuk ezt az üzlettel azt, hogy igenis a jéghátán is megír a Forever, illetve ilyen időkben is tud működni a network marketing. Tehát ha valaki most elkezd dolgozni, és tényleg dolgozik, nem csak táti, meg hápi-hápi van, hanem nem csak akusztikusan nyomja, hanem tényleg valóban dolgozik, azok az emberek most nagyon nagy üzletet tudnak felépíteni, pont azért, mert sokan megállnak. Sokan, akik most nem veszik komolyan üzletet, mert most nem lehet dolgozni, ugye ezt mondták 2008-ban is, és mégis 2008-ban Guido Falvi Attilájában bebizonyították, hogy lehet dolgozni. Tehát
Ha valaki úgy gondolkozik erről az üzletről, hogy nem lehet, akkor te gondolkozzál úgy, hogy lehet, mert akkor te be tudod bizonyítani mindenkinek, hogy igenis az idő most alkalmas mindenképpen. És az emberek keresik a lehetőségeket, nem tudom ti, hogy tapasztaljátok, de rengeteg ember keresi a termékeinket, rengeteg ember keresi a maga a munka lehetőséget, vagy pénzkereset lehetőséget. Igen, a munkaszót ne nagyon mondjátok, mert az egy irritáló szó lehet az embereknek, hogy akarsz velem dolgozni? Nem. Tudod, ezt így ne is kérdezz. Akarsz pénzt keresni? Na, az egy kicsit jobb meghívó szöveg. Tehát, hogy ne, a munkát ne említsétek, jó, az ilyen inger szó, tudjátok, mint a NAV. Valami ilyesmi. És a fókuszotokban legyen a négy pont. Tehát mindig legyen az, hogy akarjál négy pontos lenni, mert lehet, hogy úgy gondolod, hogy a négy pont az kevés, és leértékeled a négy pontot, de ha te négy pontos vagy, és mondjuk hónap közepéig, akkor én azt tapasztalom, hogy utána sokkal könnyebb egyik üzletet építeni, hiszen ha te neked megvan 15-ig a négy pontod, utána nem kell azzal foglalkoznod, hogy már a négy pontoddal, hanem akkor tudsz segíteni a munkatársaidnak, ha már van persze munkatársad. Ha nem, akkor meg szélesítsél, mint a vadmalac. De a négy pont az mindenképpen legyen betéve a fókuszodba, és a munkatársaidnak is tedd be a négy pontot, kérlek. Tehát nekik is mindenképpen, mert akkor lesz egy nagyon szép 60 pontos csoportot. Én pont ezen dolgozom, hogy most minél több 4 pontos legyen a csoportunkban. Jó, és legyen egy víziód. Lehet, hogy most nem vagy még menedzser, és azt mondod, ó, hol vagyok én még az Eagle-től. Figyeljetek, tudjátok, hogy én mennyire irigykedtem Renire meg a Józsira, hogy ők már, fú, nem is tudom, hány év ezelőtt voltatok Eagle-ök először, és kérdezzetek, hogy nekünk is megvolt a pontérték. Megvolt egy csomó mindenki volt pipába, egyedül nem volt, ugye mi a senior menedzserek voltunk, nekünk nem volt meg egy menedzser, aki Eagle lett volna. Tehát nektek most sokkal jobb esélyetek van Eagle-nek lenni, még ha csak supervisor vagy, és nyilván csináld meg a menedzseri szintet, de utána nagyobb esélyed van akár a 22-es, a 23-as évben, hogy elérd az Eagle szintet, mint egy olyannak, mint akin én, hogy senior, és ha meg soaring leszek, akkor pláne, akkor meg már három lábon kell, hogy meglegyen a menedzsernek Eagle-ök. Tehát legyen víziód az Eagle, jó? De ne legyél csak Eagle, utána csináld meg a profitot, csináld meg az autóösztönzőt, és ebben a Józsiék nagyon nagy példák, ha belegondoltok, mert mindent ki van pipálva. Tehát ők nem álltak meg azon, hogy csak Eagle-ök, hanem ők, ugye ez a Eagle az a profitnak a kapuja, előkapuja. Tehát utána simán megy a profitösztönző is. Tehát csináld, legyen, tűz ki magadnak, jó? Tehát legyen víziód, akár egy-két-három éven belül, hogy te ezt meg akarod csinálni. És legyen jövőképed, nem tudom, hogy mennyit utaztok, nekem ez mindig, komolyan mondom, most lehet, hogy ti is elküldtök a francba, én, mikor láttam ilyen képeket, olyan embereknél, aki mikor volt 40 millió adósságom, megmondom őszintén, irritáltak. Tehát mikor mutogatták ráadásul a legtöbbször, nem tudom, mennyire emlékeztek Józsi Reni, hogy mindenkinek a előadása előtt egy ilyen kis összevágott videó, amiben mit mutatgatott, az, hogy hol nyaralt, és én úgy utáltam ezeket a videókat, komolyan mondom, hogy az orrom alá dörgölték azt, hogy én meg nem tudok oda menni. És nekem mindig volt egy jövőképem, hogy az ilyen helyekre eljutni. És hát ugye ezt meg tudtuk oldani, most már jó pár éve, 8-10 éve most már így tudunk utazni, de addig nem tudtunk, mert addig az adósságot kellett fizetni, meg egy lakást, minden mást. Úgyhogy legyen jövőképet. Tehát, hogyha most éppen, ha nullám vagy, örülj neki, mert akkor te már előrébb vagy, mint én voltam 19 éve. Tehát legyen jövőképed, ha persze motivál az utazás. Jó, tudom, most nem lehet, de majd eljön az idő, amikor lehet. És éld meg a pillanatokat. Tehát éld meg azokat a pillanatokat, amikor ott vagy, hogy ezeket utána el tud tárolni, mert ezek fognak egyébként újabb célt adni. Ugyanis ez egy ilyen Eagle úton, hát ezt gondolom ti is, Józsi, tapasztaltátok Renivel, hogy pont itt csináltunk közös képet is, nem találtam, mert kutyafuttával ma rohangáltunk, aztán be akartam tenni, de itt van egy ilyen naplementés képünk Józsiékkal, hogy a pillanatoknak éljél, és utána azt raktározd el, mert utána abból fogsz táplálkozni. Azokat a képeket, mikor nézegeted, az fog motiválni, hogy újra meg újra eljussál oda. És jönnek majd a nemek, meg jönnek majd ezek a izzétől, hogy jaj, orrát piszkálja az illető, és jaj, van ebbe pénz. És tudod, ilyenkor legszívesebb, amit mondanánk, azt nem tennél zsebre az illető, de nyilván megtanultunk egy kicsit
máshogy beszéli emberekkel, én is, és igen, van barátom, és megmutatom, gyere, csináljuk együtt, ha gondolod. Jó, tehát a pillanatoknak éljen. És mindig tűzzék egy példaképet. Hát szerintem Alexnél komolyabb példaképre nem nagyon van szükséged ebből üzletbe, és nagyon örülök, hogy akkor el tudtunk menni, ott tudtunk lenni, kezet tudtunk fogni vele, sőt, még beszélt a fiaimmal egyébként Rex bácsi, és hihetetlen, hogy milyen közvetlen, és hogy jövőre megint, jövőre, nem idén, bocsánat, idén, Phoenix, hát reméljük, hogy meg lesz tartva újra. Bocsánat, lejárt az a 40 perc, amit beállítottam, hogy nem akartam túlbeszélni magamat. Na, de már nem sok van hátra, tehát hogy idén megint ott kéne lennetek, és hogyha nem tudsz, gyere el a saját költségedből, biztos be fognak engedni egyébként, mert van ilyen sok tapasztalat. Úgyhogy példaképet választál. Aztán akarjál a magyar csapatnak az elitjébe tartozni. Tehát, hogy ez is legyen egy célod, legyen egy olyan célod, hogy ott legyél, jó? Tehát, hogy ott legyél azok az emberek között, akik itt is vannak, mint ígülök. Hogy te is bele akarsz tartozni a szűk elitbe. Most, hogy ez autóösztönzővel, profitösztönzővel, ígüllel, vagy teljesen mindegy mivel, 60 ponttal, de hogy legyél mindig a magyar csapatnak a szűk táborába, abba 50-60 család között legyél. Mert ez több száz, több ezer ember közül beszélünk egyébként. Hát aztán jön a végén a hála, ugye ami a legfontosabb, hogy ha már elértél célokat, akkor legyél hálás annak, amiért elérted, vagy akiknek elérted, és mindig adj vissza. Tehát mindig a csapatot azért részesítsd előnybe, akikkel dolgozol együtt. És ez tehát megint egy jó példa a Renni meg a Józsi, hogy szerintem nagyon jól csinálják, amit csinálnak, tehát fantasztikus, le a kalappal gratulálok nektek, hogy ti aztán nagyon hálásak vettük a csapatnak, ez érződik minden egyes pillanatban. És a végére az a kedvenc idézetem, vagy mondatom, hogy ne félj a kudarctól, félj attól, hogy ott fogsz tartani, hogy ahol egy év múlva, mint most, mert hogy nagyon, nagyon fontos, az emberek mindig be vannak csinálva attól, hogy mi lesz majd jövőre, mi lesz idén, mi lesz jövő hónapban. Figyelj, tényleg ne a kudarcokat vetíts ki magad elé, hanem inkább attól félj, hogy ugyanott leszel, ahol most. Tehát, hogy nem fog változni semmi. És igazából lehet, hogy most már 5 éve ugyanazon a szinten, vagy 6 éve, nem tudom, vagy 10 éve, tök mindegy. De igazából egy döntés rász attól, hogy elindulsz, felemeld a fenekedet, és elkezded csinálni. Mert mindenki, aki sikeresebb a üzletbe, ugyanazt végigjárt, amit most te éppen végigjársz, csak valaki előbb döntött, valaki előbb vette a kezébe ezt az egész üzletet, és azt mondta, hogy jó, nem érdekel, beveszem a leszalon tablettát, és csinálom. És nem foglalkozok a negatív embereknek a véleményével, azzal, hogy 10 embert hívtam föl, 10 ember mondott nemet. Mi egyébként mindig ezt csináltuk Edinával, amikor ilyen ajánlási listából dolgoztunk, kaptunk 10 főt, csak hogy kiixeljük az összeset, és volt, amikor a tizedik ember mondta, hogy oké, és ebből lett egy igazgatónk, a Farkas Esztiék egész csapatnak. Tehát hihetle, hogy egy ember, és már csak az ixelte ki Edina, hogy tényleg arra tudjuk tenni ezt a listát. És végül ebből egy menedzser. Tehát jó, ne félj a kudarcoktól. Jó? Tehát inkább attól félj, tényleg, hogy egy év múlva ilyenkor, 2022. február, nem is tudom mi van ma, 18, hogy akkor te menedzseri szinten tudjál lenni, és akkor letetted azt arra egy nagyon komoly eredményt. Na hát nekem ez volt a prezentációm. Nem tudom, hogy közben itt sikerült-e kérdéseket, valamit így írtatok, nem írtatok, de akár kérdezhettek is, ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek. Bacsi, köszönjük szépen, és hogy mondtad az előadásodat, az a jó, hogy azon gondolkoztam, hogy az a jó, hogy itt, amikor az embernek fölmerül a kérdés, a kérdésével azonnal megadja a választ is. Mi lesz? És ez a kérdés, és ez a válasz is. Mindenki jön a mi leszhez, mert a mi lesz Sándor csapatába tartozni, az egybe a kérdésre a válasz is, úgyhogy ilyen vállalkozás nincs még egy. Ez ugye mondtad, hogy a nagybátyád, na, mi volt a véleménye a te vállalkozásodról, és olyan jól megértették magukat apósommal, mert nekik, apósomnak is ez a véleménye a vállalkozásról, és hát teljesen egy húron pendültek, úgyhogy átérezzük, hogy mit éreztél akkor, meg mit érzel egyébként ezzel kapcsolatban. Már nem érzek már, akkor éreztem, mondjuk akkor nem esett jól, mert nyilván szerettem volna a csapatot bővíteni, de
De nyilván ezt is az ember megtanulja évek alatt, hogy hogyan peregje le róla ezek a negativitások, ezek a dolgok. Egyébként nekem mindig a Robi mondta azt, hogyha valamit felveszel valakitől, vagy valaki nem, tehát rosszul esik egy embernek a neme, hogy nemet mond, akkor azért van, hogy nem vagy elég széles. És hogyha elég szélessé válsz, akkor pont le fognak peregni ezek az egész, hogy most valaki azt mondja, hogy abba hagyom, valaki azt mondja, hogy szül a papagáj, és most nekem ott kell lennem mindenképpen nála egész héten. Tehát, hogy nem fognak érdekelni ezek a hülye kifogások, hanem akkor azt mondod, hogy jó, oké, akkor vagy dolgozom a másikkal. De amíg nem vagy elég széles, addig sajnos mindig azokat fogod nyesztetni, akiket nem kéne, és egyébként ezáltal fogják abba hagyni az üzletet az emberek. Mert hogy az emberek nem szeretik, hogyha őket cseszegetik, vagy ha megmondják azt, hogy mennyit dolgozom, mit csináljon, és ezért kell példával előjárni. Tehát ezért kell csinálnod neked, összeszorítod a fogadat, és csinálni, mert különben az lesz, hogy tényleg, tudjátok, ez egy homokóra, hogy amíg hozol be sok embert, és csak néhány hullik ki, de amikor átváltozik ilyenné az aljává, hogy alig hozol be embert, de több megy el, na akkor vagy akkor esel kétségbe, és akkor fog érdekelni a nem. Akkor fog érdekelni az, hogy hú, már megint abba hagyták. De ha van elég munkatársad, akkor soha nem fogod ezt érezni. És hát én ezt megtanultam, és ezért szívestettem mindig. Jelenleg most 482 pontos van a frontomon. Jó, ebből most azért pár fölcsusszant, tudjátok, emiatt az új marketing terv miatt, de akkor is volt több, mint a fele, azt én hoztam be. És én mindig képpont, én mindig a képpontot magyaráztam embereknek. Mindig arról beszéltem, hogy most te mindig drágán akarsz vásárolni, vagy nem. És akkor megértették, hogy a képpontot el kell érni. Aztán nem az első két hónapban, tizedik két hónapban, hanem mindegy, olyan elérték. Több mindegy. Úgyhogy... Igen, olyan furcsa, ez mi is a családban először mindig apósomtól azt kaptuk, hogy milyen hülyeség ez, milyen hülyeség, nem kell ez, miért kell ezt csinálni, stb. Most mindig azt kapjuk, hogy nektek könnyű, mert milliómosok vagytok. Tehát mindig. Igen, most már könnyű. Igen, tehát ez így. Igen, meg is jegyeztem akkor ezt a dátumot, hogy 2002. október 9, ugye? Mi negyediken indultunk. 2002. október 4-én indultatok. Igen. Hát akkor írtuk alá, és akkor léptem be dobozzal, de igazából 20, hát ott a hó végén már szeptemberrel azért dolgozgattunk, csak ugye a Pisti elmagyarázta, hogy a két havi gyűjtőpont, és akkor azt hiszem így jött ki 4-e, vagy pont hétfő, vagy kedd, vagy valami így jött ki. Mert mi meg egy hónappal később 2002. november 11-én csatlakoztunk. Hát ezért mondom, hogy fejemet a falba verem, ha tudtam volna ezt. Ami lett volna. Hát mindegy. Ja, egyébként a Szekér Mariant meg apám nagyon jól ismerte, ugyanis apám meg farmerozott, és még én is voltam a Szekér Mariannál 90-es évek elején, 90-91-ben a butikjába. Uh-huh. Akkor meg testvérvonalak is lehettünk. Vittünk farmerokat. Tehát azért mondom, hogy hihetetlen, hogy mennyire körbejárít, hogy mennyi emberrel ismertem így valahonnan, valami úton, módon. Tehát hát igen. Tehát ennek így kellett történni, tehát ez nem lehet mindig úgy, mert akkor meg élettem volna Berkics Miki, hát sem jött ennek. Azt se lehet volna jó, mi? Azt már kéne ennyi Ferrari, meg ez ennyi lámbor. Csak a baj van velük. No, hát akkor a kérdéseket várjuk, hogyha valakinél merült fel kérdés, hogy lehet senior eagle-nek lenni? Hát ugye Karcsi, hogy ez ilyen kérdést kell föltenni, sőt, most már soaring eagle lassan. Hát az még arra van. Józsi akart valamit kérdezni. Igen, halljuk. Igazából kivételes alkalom, annyi információt és annyi jó dolgot mondtál, hogy elejegyzetteltem. Ritka ugye nem tudok kérdezni, most én nem tudok mit kérdezni. Köszönöm a mai estét, nekem igazán élvezetes volt, és nagyon jó megmondós volt. Köszönöm. Én köszönöm, de remélem, hogy annyira nem mondtam meg, hogy nem fogtok kérdezni. Nem, véletlenül se. Köszönöm. Köszi. Én is köszönöm. Én azt szeretném, Kacsi, kérdezni tőled, hogy amikor célokat állítasz, vagy egy magaddal szemben, akkor visszaellenőrzéseket, visszakontrolltál, azt milyen sűrűn csinálsz? Hát, hogyha van egy célom, és hogy... Igen, saját magadnak van egy célod, mint legyen ez egy 2 vagy 3 hónapos, és akkor arra lennék kíváncsi, bocsáss meg itt szabad, bártam, hogy hetente, havonta, vagy mikor, hogy kontrollálod magad? Tehát most héten, vagy érthetően kérdeztem én ezt? Érthetően. Figyelj, tehát
Én a régi, tehát azt mondom el, azt a fajta célállítást, amit én régen tanultam, illetve azt, ami még nektek is rá is lehet, mert ugye most már az ígül az más egy picit, ugye ott más a teendő. De például régen voltak az Európa Rallyk, nem tudom mennyire emlékeztek, ti biztos emlékeztek Józsi Reni, de akik csinálták még, ugye volt, hogy 5 lábat kellett építeni, legyen 5 darab kétpontos, és legyen vagy egyik a három láb alatt, három vagy két láb, hogy volt? Két láb. Kettő, meg két. Tehát ott is legyen 5. Legyen kettő, igen. Na, én ilyenkor én mindig azt csináltam, hogy ez elindult által a szeptemberben, jól emlékszem, és ugye december, vagy valami, nem mindegy, 4 hónap volt rá. Igen. És én mindig azt csináltam, hogy fogtam, hát én nagyon, ez egy kicsit veszélyes is egyébként, hogy én ilyen nagyon szeretem az ilyen számítógép, Excel fájlok, meg fú, olyan színes rajzokat csináltam, hogy ezzel húztam az időmet egyébként, komolyan, egyre mindig baszogatott, hogy már megint, ó, most mi az a sok szín, hát mindegy, hülye voltam, mint a segít, ezt ne csináljátok. Tehát ez töröl, jó? Töröl. Ezt nem kell csinálni. Tehát inkább vegyél egy A4-es papírt, én fölrajzoltam. Most ezt azért mondom így, mert ezt meg tudod csinálni most, amit én Budai Tamástól tanultam, ugye ő keresztvonal volt, de nagyon szeretük egymást, nagyon jó barátok voltunk Tomival, és pont itt, ahol ülök, a nappalimban itt volt a Tomi, amikor egyszer meghívtam őt egy ilyen kis beszélgetésre a csapat elé, és akkor mondta, hogy tegyél föl 20 frontot. És addig meg ne állj, amíg nincs fönt 20 frontod. Most ez lehet, hogy nem tudom, ti hogy dolgoztok, Reni, ezt most ti kérdeztétek, akkor lássatok a következményt. Tegyél föl 20 frontot, mondjuk nagy bajotok nem lesz, a 20 frontot fölraksz. És ezt erre adjál magadnak maximum 2 hónapot. És ugye ezért mondom, hogy én karikákat fölrajzoltam a smiley-ba, hogy magamat, hogy ez vagyok én, és akkor ilyen vonalakat húztam, és hát egyről kérdéleket tettem oda, mert nem tudtam, hogy ki lesz az új, tudod, és mikor valakit beléptettem, diszkontak, két pont, tök mindegy, beírtam a nevét, beírtam a pontértéket, tehát én ezzel kontrolláltam magamat mindig, hogy haladok a célom felé. Mert tudtam, hogyha fölrakom azt az 5 frontot, és alájuk is fölrakom az 5 frontot, akkor ki van pipálva az a pontérték, aminek meg kell lenni, annak a struktúrának, aminek meg kell lenni. És egyébként, hogyha te most, vagy ti, most nem csak Gyulának mondom, tehát ha ti most elkezdtek dolgozni komolyabban, akkor, hát valójában őszintén azért 20 fontot föl kell rakni 2 hónap alatt. Tehát figyelj, nekünk volt olyan játékok, amiket a Leveleki Zsolti felsővonalam, a Vargorubi szponzora, ugye ő is a felsővonalam, találtak ki, amikor jártunk ilyen nyíltakra, hogy de ez már ilyen 10-valány év ezelőtti dolog, hogy ki az, aki egy hét alatt fölteszi a legtöbb frontot. Egy hét alatt. És az elsőt megnyerték ilyen 3-4-jel. Aztán utána jöttem én, megnyertem 8-al. És a Partizolja, ti emlékeztek, Józsi Reni, Zoli meg úgy vérszemet kapott, és azt mondta, hogy na, ő is elkezdi csinálni. És ez 2-től mindig a következő hét keddig volt, mert úgy volt mindig a nyíltunk, és benn vagyunk szerdán, és már volt 4 új belépője, tehát egy este alatt lett 4 belépője, minimummal, de 4 belépő, és akkor odajött hozzánk egy lány a raktárba, még a régi raktárba, na, hogy álltok? És akkor mondjuk, jól, jól, hát nyilván nem állultuk el, hogy hogy állunk, keresztvonal, meg egyéb, és azt mondja, mert nekem már 2 számjegyű, és így néztünk, egymást néztük az Olival, hú, bazd meg, ennek már minimum 10 van, hát ezt hogy csinálta? Hát mondom, Zoli, baszki, bele kell húzzál. Annyira belehúzott a Zoli, hogy 20 lett neki. Valahonnan vittünk egy ilyen, tudjátok, van ezek a behajta, vagy a 20-as, meg 30-as tábla, ilyen kereszt tábla, és én hoztam egy 20-as táblát, és azzal mentünk be a nyíltra, és akkor tudod, mondják, hogy álljon föl, akinek legalább 1 van, hát tudod, mindenki fölállt, nagyon sokan, jó, akinek 2 van, tudod, és akkor így ültek lefelé az emberek, és akkor csak nézzük, 3-nál a csaj leül. Nézzük, tehát ez nem azt mondta, hogy 2 számjegyű van neki? Hát igen, meg 2, tudod, neki 2. Maradt is az a 2, figyeld a negatív motivációt, a Zoli megnyerte akkor a 20-szal. És a fasorban nem volt senki, már utána való az azt hiszem ilyen 11 vagy 12 volt, tehát az is elég jó eredmény volt, de 20 az ilyen kiemelkedő, és végül Zoli megnyerte az egész havi dolgot, és egyébként kapott egy Párizs-Róma vagy londoni utat, csak pont nem tudott elmenni, és akkor beváltották neki, de lényeg az, hogy megnyerte az egész hónapot. De így, hogy
az a csaj nem jön oda, szerintem akkor a Zoli megáll ilyen 8-10-nél, de ez annyira felpaprikázta és feltüzelte, hogy azt mondta, hogy hú, megcsinálom. És addig ment, hogy 20. És egy hét alatt 20 belépő. Tehát én azért mondom nektek is, hogy tehát visszatérve Gyula a választ, tehát úgy tudod kontrollálni magadat, hogyha kitűz először is egy célt, azt mondom, még egyszer le kell bontani emészhető falatokra, de ez a legemészhető falat szerintem, hogy 20 frontot tegyél föl. És addig ne állj meg, kérlek, amíg nincs meg a 20. Jó? Tehát addig dolgozzál. Szélesítsél, nem dolgozzál. Szélesítsél. Milyen határidő legyen, Karcsi? Mi reális szerinted most a mostani viszonyok között ez a 20? Két hónap. Ezt tudjátok, hogy ez mindig az ember fejébe dől el a realitás. Tehát, hogy kinél mi a realitás. Tehát, hogy nekem egy hét alatt se sok lenne a 20, ha most valami olyan motiválna, ami most nem akarok negatív motivációt mondani, de valakinek mondjuk a gyerekének kéne gyűjteni, ma hallottam a rádióval, 760 millió forintot összegyűjtöttek ennek a zsombornak. Fél év alatt. 760 milliót. Figyelj, ez a csajnak mennyi, mekkora kétei volt a fejében, hogy össze fog jönni a pénz, ha belegondoltok. Semmi. Zéro. Hát ő tudta, hogy össze fogja hozni ennek a 760 millió gyógyszer. Érted? Hogy, és összehozta. Akkor miről beszélünk, hogy nem tudsz felrakni 10 frontot? 0,3-mal? Tehát, hogyha most nem két ponttal mondtam, jó, de akkor már lesz 3 pontod. És én csak azt tudom mondani, hogy itt van nekem Varga Kati, aki a második mélységem, a Böbe alatti munkatárs együtt dolgozunk most, és hosszú-hosszú hónapokig úgy nagyon jó supervisor volt, mert ilyen 12 és 16-17 pontokat csinált. De nem volt disztribútoria, tehát igazából az nem volt akkora pénz neki, zseton. És tudjátok, az mindig a, nem tudom már melyik vezető, de hát sok vezető mondja ezt, hogy tegyél pénzt a munkatársad zsebébe, és ugye az emberek pénzért dolgoznak, azért lássuk be, lehet itt szeretni egymást, meg fú, de jó, meg, de ha nincs pénz otthon, akkor kész, akkor abba fogod hagyni. És a disztribútori pont az, ami meghozza a pénzt. És most, hogy múlt hónapban, decemberben csinált 18,5 pontot, de abban volt 4,8 disztribútori, és 300 ezer forintot származott ki. Illetve utána, mert most a januári hónapban meg volt 6,5 disztribútoria, plusz a személyes, plusz a csapat, ugyanúgy 19 pontja volt, de most meg már 400 ezer. Tehát a két hónap alatt 700 ezer forintot keresett. Azért, mert azt csináljuk, mondok, hogy tegyél föl sok frontot. Léptesd be az embereket, és ne nézd azt, hogy most mi volt előtte. Jó, tehát kezd a nulláról. Kezd, most ez a mai nap a nulla, most nyilván nem dobjuk ki a kukába az elmúlt éveket, hónapokat, de hogy itt a gondolkodáson kell változtatni, hogy igenis én föl tudok tenni 20 frontot. Mondom, nem én mondom ezt, megboldogult Budai Tamás szavait idéztem. Mert ő így dolgozott, és hát zafírként ment el szegény, tehát hogy azért nagy üzletet épített, amiből most az Évinek nem sok baja van. Tehát milyen csoport van alatta? Hihetetlen. És hol lehetne most a Tomi szegény, ha 6 éve nem megy a angyalok közé? Tehát, hogy már szerintem gyémánzafír minimum lenne. Azzal a tudással. És figyelj, ő ezt így a csapatába ezt így tanította, ez nekünk is jó lesz. És én ezt tanítom a csoportomban, hogy ne állj meg 20 frontig, mennyi, mint tudod, a Szabó Józsi, már nem te Szabó Józsi, hanem a másik Szabó Józsi mondja, hogy SDB, sükeddisznó a búzába, és ne nézzél karikákat, rajzolgassad, de azért kell, hogy lássad, Gyula, hogy rajzoljátok meg, hogy lásd, tehát a vizualizáció nagyon fontos. Tehát az, hogy fölrajzolod, látod, az téged is motivál. Egy, az lesz a főnököd, mert akkor az a cél, hogy azt elérjed, és látni fogod, hogy még hiányzik 10 karika a 20-ból. Jó úton haladsz, de még mindig van 10 karika az út, és abból a 10-ből már biztos, hogy lesz képpontos munkatársad, akinek szintén tudod tanítani ezt. Egyébként így be tud robbanni az üzlet, ha belegondoltok. És ezt ki lehet rakni nem csak egy A4-es lapra, hanem egy egész nagy papírra is. Hát a Kati, mikor megcsinálta, Győri Kati, akkor ott egy ilyen jó nagy széles hűtőjük van, vagy egy olyan falra kirakta, és bizony meg is teltek a nevek. Hát igazából, amit még hozzá akartam tenni, hogy, és köszönöm szépen a gondolataidat, hogy ezt nem csak a munkatársaknak mondjuk, meg a nagy vezetők, meg az afírok, meg a felső vezetők mondják. A
a sok szinten lévő munkatársaknak, hanem a vezetőkre is ugyanez érvényes. Tehát mi magunk is, meg szerintem magatok is, Karcsi, így dolgoztok, hogy elindul az éveleje, ugye minden évben a csermezbónusz fókuszban van, és miről szól? Új pontokból. 150 új pont. Az igőhöz 100 új pont. Tehát szélesíteni, szélesíteni, szélesíteni. Mi magunknak is. Ez a szép, hogy nem csak így lefelé mondogatjuk ezt, hanem saját magunkra is ez érvényes. Ez van kitűzve nekünk is, egyébként ezt tűztük ki a csapatnak is, erről beszéltünk a múltkor is, hogy 20 új front. Igaz, mi nem tettünk két hónapos határidőt hozzá, hanem megelégszünk a 20 új front a júniusig is. De hát, hogyha valaki tényleg dolgozni akar, akkor legyen 20 új front két hónap alatt. Ez nem haragszol meg, hogyha megvan ez a március végéig, vagy április. Én megmondom őszintén, én azt hittem az előbb, mikor mutattad a kettőt, két hét, de két hónap is jó. Hát nem beszéltük meg az elején, tudod? Igen. A Markos Nádas, de nem ezt beszéltük meg. Mindegy, na. Na, tehát igen, szóval például nekem az íróasztalon mindig ott van ez a kép, tehát ez a ugye Gregnek a mondataival, legyél ígül, tehát ez itt van, mindig látom. Tehát vedd körbe magad azokkal a dolgokkal, amit el akarsz érni, amit szeretnél, amit mindenképpen te úgy kitűzöl, és ugye nagyon fontos az, hogy ha kitűzöl egy célt, akkor azért a szponzoroddal ezt beszéld meg, mert mondom még egyszer, az emészthető falatokra való lebontást, azt ő tudja segíteni, hiszen ő már, mert az se jó, hogy kitűzöl egy célt, mondjuk február végén, most van mondjuk két pontod, és február végén 25 pontos leszel, és ugye kell még 23, de mondjuk dolgozó napi 10 alatt a munkaidőn, hát emellett akkor egy kicsit, tehát a szponzornak néha vissza kell húzni a gyeplőt, hogy azért ne csalódjál. Mert hogyha, illetve meg lehet, tehát semmi sem lehetetlen, csak akkor nyilván valahol be kell tenni még plusz időket, amit majd neked kell dönteni, hogy hova tudsz betenni. De ezt mindenképpen le kell bontani. Mert ugye akkor nálunk, nem tudom ti, hogy vagytok nál, én ezt tanítom, hogy egy bemutató átlagosan, hogyha ott ül 5 ember, az 2,5 pont minimum kijön. Tehát fél pontot egy emberre lehet számolni. Ez az átlagos. Szerintem ez a legrosszabb statisztika, de inkább ezt mondom, mint az, hogy 10 pont, mert az meg lehet, hogy nem jön be, akkor meg na, nem ezt mondtátok. Hát 2,5 pont. Na most így ki tudod számolni nagyon egyszerűen matek, hogy hány 2,5 pontos bemutató kell, hogy 25 pontos legyen, ha nem vagy még az. Egyébként nem tudom, van itt, aki még nem supervisor? Tehát vagytok. Na, tehát hogy értitek, hogy igazából ennyire állsz attól, hogy 25 pontos legyen, hogy hány 2,5 pontos bemutatót tartasz. Nem tudom, hogy neked mi a statisztikád, mert ilyenkor szokták kérdezni, hogy jó, de hány ember kell meghívni? Ezt nem tudjuk. Hát honnan tudnám? Hát nem tudom, hogy téged hogy fogadnak rá az emberek, hogy neked vagy hogy fognak elküldeni a fenébe, vagy hogy nem fognak elküldeni. Tehát ezt nem lehet. Ahogy mondja a Gidó Falvi, hogy pofán csap a listát. Tehát nem tudom, hogy téged az előző életedben hogy ismertek, hogy mennyire voltál jó fej mindenkivel. Ezeket nem tudhatjuk. Most ti jó fejek vagytok, mert itt vagytok a webinárban, de nem tudom, hogy az ismerősödnek mennyire leszel jó fej. Tehát, hogy ő is így fog-e vélekedni, amikor meghívod egy webinárban. Tehát akkor majd lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hagyjál már te is, minden nagybátyám. Na, tehát, hogy értitek, szóval ez nem lehet tudni. És ezért igen, ennek ez a veszélye, bocsánat, belevágok a szavarba, hogy nem itt kell házat építeni, hanem idegenek között. Tehát nem egymás között építjük, hanem azokat kell meggyőzni, akik még nincsenek meggyőzve. Ugye itt nagyon jól el tudjuk mondani, de aztán, amikor kimész a frontvonalra, akkor meg ott meg jön az a golyózápor. Nemekkel így jönnek így feléd. Na, tehát, hogy egyébként erre mindig Robi azt mondja, hogy nem neked mondanak nemet, csak feléd áll a szája. Tehát, hogy igazából nem kell ezzel nagyon foglalkozni, csak tudod, arra áll, és akkor neked mondja, de igazából magának mond nemet. Mert egy jobb életre, egy jobb lehetőségre, hát akkor ennyi, hát most akkor mondjon. Nem kell vele foglalkoznunk, de 20 front. Tehát ezt mindenképpen, de nem is beszéltünk össze, ezt nem is mondtam, hogy nem beszéltik, így ti is ezt mondjátok, de hát azért valahol a network marketingnek pont ez a lényege, hogy akarjál mindig többet, hogy mindig jobban akarjál fejlődni, és ha nem hozod be frontokat, akkor előbb-utóbb, hát tudjátok, ez nem egy bináris rendszer, ahol csak két lábat építsél, jó? Tehát itt ez nem fog működni. Tehát, és akkor ülsz, és akkor na majd dolgozzatok, tudod, hajrá, húzatok bele. Tehát ez nem működik. És egyébként nektek ugyanolyan esélyetek van most innen nulláról egy éven belül, akár magasabb szintre jutni, mint a Józsiék. És ebben ez a remek üzleti lehetőség, hogy mindenkinek megvan az a lehetősége, hogy nagyobb üzletet építsen, mint a szponzora. Már ha akar, ha persze ő is így gondolja. És ezért kell eldönteni. És nem fognak a Józsiék megharagudni, biztos vagyok benne, hogyha ti szóringok lesztek,
Jó, tehát ők fognak a legjobban csápolni nektek egyébként. Tehát biztos, hogy nem. Legalábbis gondolom, hogy nem. Persze, nyugodtan. Hát készülnek itt az üzletünkben egyébként gyémánt menedzsernek, és én örülök neki, hogyha lesz 2-3 gyémánt az üzletben. Hát így van. Hát ez lenne az is, nem tudom, az binárisnak számít, nem a 2 gyémánt van az üzletedben, tehát az bináris vagy? Igen. Csodálkozom más cégeknél, egyébként jól csinálják, mert más cégeknél a gyémánt menedzser, az körülbelül nálunk a szupervájzor. Így van. Ez pontosan így van. Ez most a héten is megkeresték az egyik munkatársad, hogy... Aki legjobban vinni nevet, az. Jó, tehát hogy szintben, tehát ugyanazt az üzleti struktúrát kell körülbelül felépíteni, vagy összegben ugyanakkorát kell elérni, egy gyémánt, és már gyémántnak hívják. De jó, mert így egy kicsit úgy jobban fel van építve, hogy gyémánt. Mert nálunk ez a szupervájzor, hát ilyen hülye nevet, hogy felügyelő, tehát ez valami őrület, hogy meg felügyelő helyettes. Hát nem fordítják ezt le, úgyhogy. És egyébként meg olyan jó üzlet, képzeljétek el, hogyha nem tudnátok, hogy még azt se tudhatjátok meg, hogy ki a szponzorotok. Még nem tudjátok azt, hogy ki ajánlott, de ez jó üzlet egyébként, csak hát, na mindegy, van még mit csiszolni nekik, de nem baj majd meg, hát ha beleerősödnek. Jó helyen vagyunk. Úgyhogy egyébként úgy mondom, csak úgy Karcsi után is, Varga Robi után szabadon, hogy viszont ezt most a Kacsi nektek mondta, mert feléták áll a szája, tehát nem azért, hogy jó, ez azért jó lenne, hogyha mindenki úgy venné, hogy a 20 új front az tényleg. De nem is lenne rossz ez Kacsi most, aki itt van mindenki, 2 hónapon belül mindenkinek 20 új front. Édes jó Isten, ámen! Hát figyelj, egyébként én már statisztikailag tudom nagyjából, meg ti is tudjátok, hogy ahhoz, hogy szupervájzor legyél, 50 embernek látnia kell a üzleti termék és marketing bemutatót. Már kiszámolod, az 25 pont, 50-szer fél pont. Na most tudja, hogy akkor meg vagy szupervájzor. Csak egy a gond, a legtöbb ember mit csinál? Elhúzza egy évig az 50 ember. Na akkor nem vagy meg szupervájzor, mert nem egy évet adnak össze 25 pontot. Tehát nem a 12-szer 2 pontokat adják össze. Jó? Tehát az abból nem lesz 25 pontos. Tehát a legtöbb embernek ez a hibája, hogy kitűz egy célt, de nem tesz hozzá dátumot, nem tesz hozzá időt, rövid lejárt határidőt, hanem így tologatja. Tudjátok, majd holnap, majd jövő héten, majd nyáron jobb lesz, mert akkor melegebb lesz, majd télen, mert akkor hidegebb. Tehát mindig van valami. Egyébként, ha megnéztek, minden hónapnak megvan a hátránya, amikor miért nem lehet üzletet építeni, azért, mert de szeptemberben iskolakezdés, októberben születelünk, novemberben kezdődik a fagy, decemberben karácsony, ugye akkor elvileg csak 2 hetet lehet üzletet építeni. Én például mindig a profitot az utolsó, abba csináltam meg 90-valány pontokat általában decemberben, abba 2 hétben. De neked könnyű. Igen. Januárban, évkezdés van, akkor nincs pénze az embereknek, februárban a tököm tudja mi. Rövid hónap február, igen. Még kéne 3 nap. Rövid hónap a február, márciusban megint volt valami, áprilisban húsvét van, májusban mit tudom én... Ballagás. Ja, ballagás, júniusban elmennek az emberek, júniusban még vissza se jöttek, augusztusban meg mindenki elment, aki még addig nem is ment, meg nem is jött vissza. Tehát mindig van valami, amiért nem lehet üzletet építeni. Tehát, és akkor... Na, tehát ezt így, ha ezt teszed be a fejedbe, akkor soha nem fogsz előjutni. Tehát én például júliusban lettem igazgató, júniusban 36 egész valahány ponton volt, és 83 egész valamennyivel júliusban lettem igazgató, tehát így a 2 havi gyűjtőbe, 2004-ben. És azért eldöntöttem. Azt mondtam, hogy elég volt ebből, hogy már mindenki szívja a véremet, hogy miért vagytok csak helyettesek, meg mikor lesztek már igazgatók. Tudod, ez ugyanolyan kérdés volt, mint a 2 gyerek között van 6 év különbség, és nem jött össze a baba 6 évig. És na, mikor lesz te jön a második anyád? Érted? Már annyira idegesített, érted, hogy mondom, dolgozzunk rajta, bazd meg, de na, valamiért nem jön össze. És akkor tudod így, és akkor, na, ugyanaz az üzletben is már elkattant az agyam, és mondtam, hogy elég volt. És Kacsi. És bocsánat, én ezt a Gyula, amit neked mondtam, meg nektek, de Gyula kérdezte, fölrajzoltam egy ilyen nagy, összeragasztottam nem tudom hány papírt, rajzoltam a struktúrámat, mindenkit beleírtam, és beleterveztem a pontokat. És nyilván nem úgy jött össze. Jó? De amikor összeadtam, akkor így néztem, ez biztos nem fog összejönni, hát valami 100 nem tudom hány pont jött ki. Nem jött ki 100-valahány pont, mert 83 kellett, annyi kijött. De nem abban a struktúrában jött össze egyébként, ahogy én fölrajzoltam. Tehát volt, ahol nem jött meg, volt, ahol meg sokkal több jött. De amikor beteszed a fejedbe, akkor elkezded vizualizálni, hogy neked ennyi pont kell.
és ezt meg akarom csinálni, és elkezdesz foglalkozni azzal, hogy ezt meg akarod csinálni. És valahogy az univerzum, vagy nem tudom micsoda, ki mibe hisz, dobálja neked az embereket, dobálja az olyan embereket, akik, jé, te akarsz foreverrel dolgozni? Hogy, mi van veled, hülye vagy? És akkor nem is érted, hogy eddig föl sem merted hívni, de elkezded dolgozni. És te kezded el vonzani azokat az embereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Én nem akarok most ilyen ezoterikusnak látszani, de ez is kell, hogy működjön, mert működik a vonzás törvénye, meg itt lehet nézni a titkot. Persze csak ez nem működik, hogy leülsz otthon, és akkor zümmögsz, füstölőket üzélsz, és akkor tudod, tehát ezzel csak így nem fog működni. Tehát azért meg kell emelni azt a francos telefont, föl kell hívni embereket, bemutatókat kell tartani, szponzor kell zaklatni, hogy gyere már, és csináljuk. Tehát ezek kellnek hozzá, tehát csak önmagától nem lesz valamiből valami. De egyébként ez is egyébként Retter Józsi, nem tudom is, emlékeztek Retter Józsira? Nem. Mert nem. Egy dolgot csinált a Retter Józsi, úgy lett senior manager, egy vecsési savanyúság készítőről beszélünk, Retter Józsi, nem leértékelve. Retter Józsi, hogy azt mondta a gyerekek, én vecsésről indulok ebből a buszmegállóból, itt állok ekkor és ekkor, és megyek a nyíltra. Ha bent ülsz a kocsiba, bent ülsz, ha nem, két évig csinálta, a harmadik évben senior lett. Ezt így is lehet csinálni. Jó, tehát szisztematikusan csak ezt csinálta. Ő nem tartott családi bemutatót, nem hívott fel embereket, a piacon találkozott emberekkel. Kinek mi a sztoria? Értitek? Tehát, hogy mindenki máshogy építi. De valahogy Retter Józsinak is működött ez az üzlet, és aztán valahogy meghűlt egy picit a Józsi, aztán elkezdett más hálózattal foglalkozni. Még a mi lesz, behívta Sándor, hogy hát figyelj, hagyd már ezt abba, hogy ne keresd meg embereket, és azt mondta, Sándor, miért? Ez egy tök jó üzlet, te is inkább lépjél be hozzám. És akkor mondta Sándor, hogy akkor inkább te lépjél ki. Na, tehát hogy sajnos vannak ilyen emberek, de fölépített egy szennyor üzletet. Hihetetlen. Tehát 1 millió fölött keresett havonta. És mondom, csak ennyit csinált, hogy betette a fókuszt, és fókusz, fókusz, fókusz. Tehát amiket elmondtam, ez mindig így van, mi is ezt használjuk. Tehát nem, ha valaki a Szentgrált keresi, akkor az keresheti sokáig, mert nem fogod megtalálni. A Szent Grál így egységesen az, hogy amiket elmondtam, amiket én legalábbis használok, aztán nyilván Józsiék ugyanezt használják egyébként, csak lehet, hogy többet dolgoznak, mert ők még mindig 60 pontosok, meg 100, úgyhogy ők most a non-manageriből beszélünk, és én meg most még nem újra, de majd jövök. Szóval nem vagyunk még szóringok, úgyhogy tényleg nem sokára szóring leszel, úgyhogy... Lesznek azok. Itt most a sok 20 pontosból ki fog jönni itt a menedzser. Most igen, a 20 új regisztrából, így van. Így van. Annyira jó volt látni a diáidat, ugye azokon a helyeken, ahol mi is ott voltunk, és a helyszíneket ismertük. Köszönjük szépen. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, köszönjük neked. És akkor, ahogy ígértem, majd küldöm neked, jó, Karcsi? Engedünk, mert neked már meg is kezdődött plán a másik meetinged, egy kicsit késni fogsz. Kutatják a dolgokat, úgyhogy ott van. Egyébként Edina ilyenkor bejelentkezik, csak azért, hogy lássák, hogy ott vagyunk. Tehát, egyébként ez is példamutatás, hogy egy webinárban nem feltétlenül, mert nekem sincs mindig egyébként hangulatom, őszinte leszek, tehát ne beszéljetek, hogy egy vezetőnek mindig nagy kedve van mindenhez, nem. Nekem, én őszinte ember vagyok, nem mindig van kedvem pont este 8-kor bejelentkezni, de én az jelentkezem be, mert egyrészt példát kell mutatnom, hogy ott vagyok, a másik meg az, hogy én is meg szeretném nézni, hogy ki van ott, mert én is hívok meg embereket a webinárunkba, és akkor lássam, hogy ott van, nincs ott. Persze, amikor a Galaxy S4-vel jön föl, akkor nem tudom, hogy ez kicsoda, tehát nekem vannak ilyen titkos ügynökök is, akik így nem tudom, hogy ki, akkor csak reménykedem, hogy az én emberem lépett be így. Egyről tudom, hogy nekünk most már mindig 310-310 a kód, nekünk kód van, tudod, mi nem beengedjük az embereket, nem kóddal nem beengedni, és nekünk mindig 310 a kód, és egyszer valamiért el lett írva 640-640-re, és akkor a egyik munkatársam mindig így lépett be, hogy 310-310, és mikor belépett 640-640, hát jóval itt van, oké, tehát hogy tudtam, hogy ő az, mert ő mindig csak nem nevet ír, hanem kódot ír még a nevéhez is, úgyhogy ez így jó. De működik az a lényeg, ez a webinár így rajtunk kívül is. Most a Pisti tartja éppen, nem én tartom. Úgyhogy hát nem is tudnám tartani. Ez a jó a hálózatépítésben, hogy a szponzor segít, látjátok? Mindig ez a jó ebben. Na, köszönöm szépen, és megtisztelő volt, hogy itt lehettem köztetek, és tényleg fogjátok meg a kezét a szponzornak, Renéjéknek, Józsinak, meg akinek éppen közvetlen szponzora van, hogy vannak a vonalak, és csináljátok.
Nincsen más. 20 font. És hát következő alkalommal szeretnénk látni a struktúrát mindenkinek, a 20 új mocsolygós kérdőjeles arcot, és ezt kitölteni. Reméljük, hogy sikerült ma este is tanulni valamit nektek. Reméljük, hogy sikerült felébreszteni benneteket a vágyat, hogy bennetek a vágyat, hogy milyen életet lehet élni, hol lehet eljutni. Még akkor is, hogyha az ismerősök, rokonok azt mondják, hogy ez hülyeség, sőt, akkor talán még inkább. Úgyhogy én azt mondom, hogy hajrá, előre, és mindenkinek szép estét. Este várom mindenkit a 21 órás Mikey Business Teambe. Kacsinak köszönjük szépen még egyszer a ma estét. Sziasztok, szép estét kívánom mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük, Kacsi. Sziasztok.